pár napig még kitart a hűvösebb, napos felhős időjárás. A nappali maximumok 26-29 fok között alakulnak majd. Előfordulhat eső, zápor is, de túlnyomó részt a napsütésé lesz a főszerep az előttünk álló napokban. Éjjel hasonlóan alakul időjárásunk, mint az előző éjszaka. Tiszta lesz felettünk az ég, csapadékra nincs kilátás. Az éjjeli értékek 17-20 fok körül alakulnak majd. Holnap napközben napos, felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A kora délutáni órákban megerősödhet a szél is. 23-29 fok körüli értékekre kell számítani holnap, azaz csütörtökön. Pénteken sok napsütés várható, már csak egy-két helyen lehet zápor, zivatar. Mérsékelt lesz az északi szél. A csúcsérték 27 fok körül valószínű. Szombaton is napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz. Mérsékelt marad a szél. A hajnali 10-17 fokról 29 fokra emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap is sok lesz a napsütés 30 fokos csúcsértékekkel. A jövő hét első napján a sok napsütést többször is zavarhatja felhősödés, eső zápor nem zárható ki. Többfelé megélénkül az északnyugati szél is. Hétfőre 29 fokos csúcshőmérsékleteket jósolnak a meteorológusok. Enyhébb időre van kilátás a régió más nagyobb városaiban is. Ahogy az a térképen is látszik, egyik nagyvárosban sem haladja meg a 30 fokot a nappali csúcsérték. Leginkább a napos, felhős idő jellemzi a régió országainak időjárását. Kolozsvár, Zágráb és Podgorica környékén lehet számítani esőre, záporokra. A nappali csúcsértékek 19 és 28 fok között alakulnak.